A vasváris diákszínjátszók Disney meséket játszanak el néhány képben az általános iskolás versenyzőknek. Ez volt az egyik feladvány, amelyet a csapatoknak meg kellett oldani. A feladatok összeállítói Tarné Pásztor Nikoletta a dráma és Puskás Bernadett az énekzene tagozat vezetői olyan készségekre fordították a figyelmet, amelyek birtokában a gyerekek könnyebben illeszkedhetnek be bármilyen közösségbe, illetve érhetnek el sikereket mind a tanulás, mind a szociális kapcsolatok terén. A szervezők szeretnék szorosabbra fűzni a Vasvári Pál Gimnázium kapcsolatát az általános iskolákkal, hiszen hosszú távon közös érdekük, hogy ismerjék egymás munkáját, bepillantást nyerhessenek abba az oktató-nevelő munkába, ami az egyes intézményekben zajlik, ugyanakkor megvalósítsák a jó gyakorlatok cseréjét a gyakorlatban is. A vetélkedő ötletgazdája és szervezője Gulyás Anita tanárnő volt. A gyerekek tulajdonképpen november óta készülnek egy kreatív bemutatkozó feladattal. Az a lényeg, hogy a művészetek minél több ágát fedjék le ebben a művészeti, vagy ebben a bemutatkozó feladatban, de lesz improvizációs játék, lesz mesefelismerés, illetve lesz dalszövegírás. Ez szóval minden olyan, ami az énekzene és a dráma, tehát a színjátszás témakörét átöleli. Három általános iskola hetedikes tanulói vetélkedtek, a Túróci Zoltán evangélikus, a Nyíregyházi Apácai Csere János általános iskola, valamint a Bem József általános iskola Gárdonyi Géza tagintézménye, mentortanáraik Éles Viktória, Gazdag Károlyné és Szent Miklósi Krisztina felkészítésével. Már hetek óta készültünk, sőt már december óta erre a találkozóra, és egy külön kis filmmel jöttünk, ahol bemutatkoznak a lányok egy-egy mondatban, és meg is tudhatják majd a vasvárisok, hogy melyik a kedvenc órájuk. A csapatokat Mikó Gyöngyi, a gimnázium nyugalmazott tanára, a drámatagozat alapítója és vezetője, Páskó Judit, az intézmény igazgatója, és Bódis Vajnárovics Viktória, az iskola egykori énekzene tagozatos tanulója, a Mandala Dalszínház társulatának tagja értékelték. A szervezők bíznak abban, hogy ezzel a programmal egy olyan hagyományt tudnak teremteni, ami gyümölcsöző és aktív kapcsolatot fog eredményezni az általános iskolák és a gimnázium pedagógusai és tanulói között.